Sziasztok, Fruzsi vagyok, és nagyon gózós! A viccet félretéve ebben a videóban az áfrilisi kedvenceimről lesz szó, és ne arra vagyatok, ha állandóan a fényképező kijelzőjére nézek, ez nem azért van, mert annyira szeretem magamat, hogy bármi ilyesmi, csak ha kicsit is arrébb megyek hátra, vagy túl közel, akkor már nem fókuszál rendesen a kamera, azért állandóan csekkolnom kell, de igyekszem így csak rátok nézni, mert engem is zavar, ha nem rátok nézek, mármint ha visszanézem a videót és nem magamra nézek, tudod, értitek? Szóval a lényeg, hogy ha már ennyi hülyeséget beszéltem és még el sem kezdődött a videó, akkor vágjunk is bele. Áprilisban az első és legeslegnagyobb kedvencem a Garnier Oil Beauty testápoló volt, amiről, hogy tökéletesen megfogalmaznom, inkább elolvasom a hátoldalán, hogy ez pontosan miért is Oil Beauty, szerintem értelmesebb lesz, mintha tovább folytatnám a hablatyolást. Tehát ez egy olajjal gazdagított tápláló testápoló, nagyon értékes bőrszépítő olajjal gazdagítva, argán, makadámia, dió, mandula és rózsa segít láthatóan javítani a bőr kinézetén. Na már most. Ami miatt én nagyon-nagyon szeretem, egyrészt azt, hogy pumpás kiszerelésű. Bármilyen fura nekem, ez az első testápolóm, ami pumpás, és ezek után szerintem kifejezetten az ilyen pumpás kiszerelésűeket fogom keresni, mert annyira tetszik, hogy csak így kinyomom a tenyerembe, pont annyi mennyiséget, amennyi kell, és szépen szétkelem magamon is. Nem tudom miért, de nekem annyira luxus érzetet az, hogy ezt így a tenyerembe tudom kinyomni, és nem kell szenvedni vele, hogy jaj, most túl sokat nyomtam, vagy túl keveset, stb., hanem itt tényleg a tökéletes mennyiséget lehet vele adagolni. A másik, ami miatt nagyon-nagyon szeretem, az az illata. Ja, már felolvastam, hogy mik vannak benne, és valami fergeteges, annyira. Hú, nagyon tetszik, tényleg szagoljátok meg. Pontosan a határon van, tehát ha már egy kicsit-kicsit is édesebb lenne, akkor már nem tetszene, de most még pont jó is. A mandulát, azt tudjátok, hogy imádom, és nagyon-nagyon érezhető benne a mandula, úgyhogy én azért nagyon szeretem. Egyébként maga a testápoló is nagyon-nagyon tápláló. Annak ellenére, hogy olaj van benne, ne gondoljátok azt, hogy ettől folyékonyabb, vagy túlságosan híg lesz a formulája, egyáltalán nem. Nagyon-nagyon jó a textúrája, könnyen szétkenhető, viszont nekem kicsit tovább tartnik, beszívódik, szóval ez mindenképpen egy olyan testápoló, amit akkor használjatok, ha este egy kis, nem tudom, egy kis kényeztetésre vágytok, és szeretnétek egy kis luxus kis wellness-t a szobátokba csalni, úgyhogy én ezt nagyon-nagyon szeretem, de tényleg akkor szoktam használni, amikor például nem reggel zuhanyozok és azonnal öltöznöm kell, hanem amikor van időm várni, hogy beszívódjon. Egyébként azt írják, hogy ez gyorsan beszívódik, de nekem még pár percig egy kis ragacsos érzet marad a bőrömön, úgyhogy én mindenképpen szoktam vele várni, de egyébként nagyon-nagyon szeretem, és tényleg nagyon-nagyon jól táplálja a bőrt, és nekem amúgy is száraz bőröm van, de tényleg szuperül táplál. És megint sokszor mondtam, hogy nagyon-nagyon. Ha már testápolóknál tartunk, van egy másik kedvencem is, ez az Avon kakaóvajas testvaj, kakaóvajas testvaj, vaj, sok vaj. A lényeg, hogy ezt megrendeltem, amikor 450 forintos volt, és utána nagyon sok testápolót kaptam tesztelésre, és hát főként ez lett a nagy kedvencem, de ennek az illatába azonnal beleszerettem. Jaj. És utána ezt odaadtam Dávidnak, úgyhogy most főként ő használja, viszont amikor nála vagyok, akkor már én is használtam néhányszor, úgyhogy mindenképpen akartam róla beszélni, mert valami fergeteges az illata, illetve nagyon szeretem, hogy ilyen sokkal töményebb állaga van, tehát ezért is testvaj egyébként. Nekem ez az első testvajam, és nagyon-nagyon, annak ellenére, hogy tényleg ilyen iszonyatosan tömény a textúrája, nagyon gyorsan beszívódik, és az illata borzasztó sokáig megmarad, amit én nagyon-nagyon szeretek testápolókban, és szuperül hidratál is, úgyhogy ez egy szintén nagy kedvenc. Amit még nagyon szerettem áprilisban, a Max Summer Edition parfüm, amit most szerintem tavasszal és nyáron borzasztó sokat fogok használni. A magnólia nagyon érezhető benne, ami nekem az egyik kedvenc illatom a parfümökben. Egy nagyon friss, citrusos illata van. Egyáltalán nem szeretem az édes illatokat parfümökben, úgyhogy aki a hozzám hasonló frissebb, citrusosabb illatokat keresi, vagyis szereti, akkor mindenképpen ajánlom ezt a parfümöt. Mert mint úgy citrusos, vagy igazából semmilyen ilyen citrusos gyümölcs nincsen benne, de mégis kicsit ilyen savanykásabb illata van, és nem az a nagyon-nagyon tömény édes, hanem inkább egy sokkal frissebb illat. Borzasztó vagyok az illatok elmagyarázásában, tudom. Minden esetre nagyon-nagyon szeretem ezt a parfümöt.
A következő két dolog szempilla spirál lesz, az egyik a Maybelline The Colossal Go Extreme szempilla spirál, amiről már volt egy részletes teszt a blogon, úgyhogy azt nézzétek meg, mert van előtte-utána a kép is, amit felraktam, nagyon-nagyon jól látható a különbség. Egyébként ez is most van rajtam, most is ez van rajtam, és hát nem tudom mint mennyire látni, én minden esetre óriási különbséget, nem tudom azt miért csináltam, ilyen észventúrás. Ma hülyeségeket beszélek. Na, a lényeg, hogy nagyon-nagyon megszerettem ezt a szempilla spirált, mert egy-két húzással nagyon-nagyon dús, göndör és szépen ívelt pillákat lehet vele kapni. Úgyhogy ezt nagyon-nagyon szeretem. Egyébként elég dús, ide rakom magam elé, itt a jobban látni a homlokomon. Nagyon-nagyon dús pillákat csinál. Nem ezt akartam mondani, hanem hogy nagyon-nagyon sűrű a keféje. Mi van velem? Szóval... Kedvenc! A másik szempilla spirál, amit megszerettem a hónapban, az Adennek az Extra Volume szempilla spirálja. Mondjuk ha kettő közül választanunk kellene, akkor egyértelműen a Maybelline-t választanám, de ez az Aden is nagyon-nagyon jól göndöríti és dúsítja a pillákat. Egyáltalán nem csomósít, és ebből is elég néhány húzás a szempillára, és nagyon-nagyon szép végeredményt kapunk vele. Szintén Aden termék, ez az Aden szemhétus, vagyis inkább tusfilc, aminek ilyen iszonyatosan vékony tűhegye van. Én, mint tudjátok, imádok tusvonalat húzni, minden nap van rajtam tusvonal, és eddig nagyon-nagyon sok szemhétus, tusfilcet próbáltam már, de abszolút eddig ez a legnagyobb kedvencem. Mert tényleg, ahogy láthatjátok, nagyon-nagyon vékony tűhegye van, és ez miatt nagyon egyszerűen és precízen lehet vele tusvonalat húzni, úgyhogy ezt mindenképpen szerintem nagyon-nagyon sokáig a kedvencem marad, és egyébként nagyon-nagyon tartós is. Megint sokszor mondtam, hogy nagyon-nagyon, de nem tudom. Valószínűleg, ha most bajuszt rajzolnék magamnak, akkor sem tudnék nagyobb hülyét csinálni a gombol, nem tudom mi van. Szóval, ez az egyik kedvencem. A következő kedvencem egy ajak kombó lesz, és most nem emlékszem pontosan, de lehet, hogy már néhány hónappal ezelőtt mutattam ezt a két terméket, sőt, biztos, de mivel folyamatosan imádom azóta is, egyszerűen muszáj beszélnem róla, most is ez van az ajkamon, ez az egyik termék az Oriflame Wondercolor Lip Liner ajak kontúr ceruza egészen pontosan a Vibrant Pink árnyalatban, vagy hát ez nem ceruza, hanem ilyen... mi ez? Ajak kontúr, pont. Nagyon élénk pink árnyalata van. Nem húzok szvacsot, hiszen láthatjátok a számon. Amivel párosítottam, az pedig a NYX-nek a Louisiana árnyalatú rúzsa, ami szintén a számom van. Nagyon-nagyon krémes, nagyon jól hidratálja, és az alkakat egyáltalán nem szárít. Viszont az egyetlen problémám vele az, hogy pont amiatt, hogy krémes, sokkal könnyebben le is kopik. Úgyhogy, ha ilyen élénk alkakat szeretnétek, akkor nem árt, ha ez a táskát... Ez az, mert ma még hiányzott a lejtés. Yeah! Szóval, ha élénk alkakat szeretnétek egész nap, akkor mindenképpen tegyétek be a táskátokba ezt a rúst, mert többször kell frissíteni rajta, viszont ezt imádom. Imádom! Áprilisban a kedvenc hétköznapi rúzsom a Rimmel Moisture Renew rúzsnak a latino árnyalata. Mármint tudjátok, én hétköznapokon is nagyon szeretek élénk színű rúzsokat viselni, de azért jó, az embernek van egy kicsit visszafogottabb árnyalatú rúzsa is a tarsójában. És hát nekem most ez a latino rúzs lett a nagy kedvencem, mert nagyon szép, kellemes rózsaszín árnyalata van. Nagyon jó krémes, ezért hidratálja is az alkakat, úgyhogy én azt nagyon megszerettem. Highlighterekkel én egy ilyen sevelles, anélkülök kapcsolatban vagyok, mert sminkes videókban mindig, amikor látom, hogy felvészik a highlightert, olyan nagy különbséget tud csinálni, és amikor én vettem highlightert is, megpróbálom felrakni, akkor egyszerűen nem látom magamon azt a pluszt. Múltkor, amikor a Rossmannba jártam, akkor láttam, hogy ez az Essence Metal Glam Highlighter éppen le volt akciózva 3 vagy 400 forintért, és bár akkor éppen nem volt rá túl sok szükségem, azért az ilyen pár száz forintos akcióknak nehezen tudok ellenállni, úgyhogy beszereztem, és hát ezt most így eléggé megszerettem. Egyébként a Gold Digger árnyalat, és szerintem nagyon szép, csillogós, és hát... Igazából nincsen túl sok összehasonlítási alapom így highlighterekkel kapcsolatban, de ezt most már kezdem megszeretni, szóval úgy érzem, hogy itt kezdtetek reményeket fűzni ahhoz, hogy én el fogok tudni használni highlightert is, igenis, mert fogom szeretni őket. Úgyhogy ezt lettek volna az én kedvenc kozmetikumaim.
viszont legutóbb kértétek, hogy más kategóriákban is mutassak, hogy mondjak kedvenceket, úgyhogy mindenféleképpen meg akarom említeni ezt a táskát, amit az OSF-ről rendeltem, és ez valami nagyon-nagyon nagy kedvencem lett, szerintem nagyon-nagyon szép, és megint nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokszor mondtam, hogy nagyon-nagyon. Minden esetre kifejezetten szép, és a színe szerintem nagyon-nagyon tavasz. És a színe kifejezetten tamatias. Úgyhogy nekem ez nagyon nagy. Úgyhogy nekem ez kifejezetten, most akkor meg sok kifejezetten van, akkor ezt igencsak megszerettem, és bár nem néz ki túl nagynak, mégis a belsejében nagyon-nagyon. És mégis rengeteg dolog belefér, úgyhogy nagy kedvencem lett. Más kategóriák van a kedvenceim. Most a kedvenc könyvem a Gyűrűk ura, és tudjátok, hogy én nagyon nagy Harry Potter fan vagyok, voltam, leszek mindig is. Viszont a Gyűrűk ura rajongás hát kicsit későn érkezett meg hozzá, mert a filmektől én féltem nagyon sokáig, a Fekete Lovasoktól iszonyatosan féltem, még néha most is. Minden esetre mostanában, amikor láttam a filmet, akkor nagyon-nagyon megtetszett, úgyhogy úgy gondoltam, hogy elolvasom a könyvet is, és imádom. Úgyhogy a Harry Potter imádatomat most utolélte a Gyűrűk ura rajongás is, úgyhogy kedvenc könyvem most ebben a hónapban a Gyűrűk ura volt. Kedvenc sorozatom a Devious Maids. Aki nem ismerni ezt a sorozatot, ez teljesen olyan, mint a Született feleségek, már mint így stílusra. Ugyanolyan karakterek, ugyanaz a sztori, már nem ugyanaz, csak hogy hasonló. És azt hiszem Eva Longoria az egyik rendező vagy producer, soha nem tudom, hogy melyik micsoda. A lényeg, hogy nagy köze van hozzá, éppen ezért tényleg, aki a Született feleségek szerette, az ebben a sorozatban sem fog csalódni. És ennek most jött ki a második évada, most egy-két hete, úgyhogy minden héten már nagyon várom a vasárnapot, hogy új rész legyen, vagyis ezt az csak hétfőn érkezik meg hozzánk. Minden esetre én nagyon szeretem. Aki egyébként nézi a Pretty Little Liars-t, Jason a Pretty Little Liars-ből szerepel ebben a sorozatban, mert most így eddig a második évadban még sajnos, nagyon nagy sajnálatomra eddig nem sokszor tűnt fel, viszont ha még nem láttátok egyszer a sorozatot, akkor az első évad nagyon tetszeni fog nektek, mert Jason igen sokszor szerepel benne. Úgyhogy azt hiszem, ezek lettek volna az én áprilisi kedvenceim. Remélem tudtam nektek néhány ötletet adni, és köszönöm, hogy kibírtátok, hogy kicsit kifejezetten voltam. Tehát köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok!